aligha van még egy olyan települése az országnak, mely egy vad fővárosának tekinthető, pedig a gyulai Dám Tamási főterén nem véletlenül kapott szobrot. Vonzereje világméretű, az itteni erdők Dám állománya messze földről csábítja ide a vadászokat. A Dám persze felettébb óvatos jószág. Nem mindegy, milyen módon szeretnénk, ha nem is puska, de legalább lencse végre kapni Gyulai koronás királyát, melynek már a megközelítése is felér egy ötcsillagos vadász élménnyel. Itt az egyéni vadászati módok közül mi most a cserkedéses lesvadászatot választottuk. Tehát először cserkedünk, tehát cserkedéssel közelebb jutunk a vadhoz, majd egy lesre, egy magas lesre felülve, onnan már meg tudjuk őket figyelni. És a magas lesnek mi a jelentősége? Maga a lesvadászat az egy sokkal helyhez kötöttebb dolog, és ott pedig a domborzati előnyöket próbálja kihasználni egy olyan vadászati objektumban létesítménnyel, ami mondjuk kiemeltebb magasság, így sokkal több területrészben lehet látni onnan, és ezáltal eredményesebb is a vadászat róla. Igen, meg hát gondolom biztonságosabb is, hiszen nagyobb területet lát be az ember, hogyha esetleg valaki kóvályog az erdőben, akkor... Így van, azt messzire meg lehet látni pontosan, és hát ugye ott sokkal egyszerűbb maga a fegyver feltámasztása, sokkal biztonságosabb a lövés leadása, viszont ugye a cserkeléshez, ami mondjuk a kezembe is látszik, itt van egy háromlábú lőbot, ami ugyanolyan biztonságos lövés leadását tudja szolgálni, mint mondjuk például egy les. Felérkeztünk a lesre, úgyhogy innen körbe tekintve már ugye látjuk azt, amit terveztünk, hogy a szép kilátással és a vadat keressük éppen itt az erdő aljába. Ez egy hatalmas, tisztás, mindkét szélén erdő. Gondolom, ez szándékosan van így kialakítva. Így van, így van. Hát ugye nagyon fontos, hogy a dámszarvasnak a legelő felület, hiszen ugye morfofiziológiak legelő típusú volt, tehát a legnagyobb a bendő méret a test méretéhez képest, így akár rossz minőségű takarmányokat is nagyon jól tud hasznosítani. Ezért nagyon fontos, ha már alapból jó minőségű legelőfelületeket tudunk biztosítani a dám számára, akkor már ugye kondícióban is egy hatalmas fejlődést tudunk elősegíteni. Szerintem akkor mi várjunk egy kicsikét, hát ha előjönnek, van még remény? Remény, ha nem utoljára, viszont a tarvadak is valószínű már ugye elhúzódtak, hiszen ugye a időben is már kicsit hátrébb vagyunk a borús idő miatt, de egy kicsit még itt körülnézünk és élvezzük a kilátást. Most elérkeztünk egy olyan helyre, ahol hallom is a barcogást, valószínűleg nagy létszámmal lesz neki. Így van, így van. Ez az egyik legnagyobb barcogóhelyem. Ugye ez egy centralizált barcogóhely, több bika gyűl össze a barcogás idejére, és ugye már halljuk is, hogy már egy pár bika jelen van, úgyhogy most ugye a vadászat másik formáját, a cserkerést fogjuk alkalmazni. Ugye ezekre a helyekre már ugye előre elkészítjük a cserkészutakat, hogy minél hangtalanabbul be tudjunk közeledni a bika teknőjéhez, ahol tartózkodik, és ott ugye maga a megfigyelés is könnyebb és egyszerűbb lesz, és maga a vadászat, tehát a terítékrehozás is így sokkal könnyebb lesz a vendég számára. Erről a
Egymásról. Ezt meg lehetett volna lőni? Ezt meg lehetett volna lőni, így van. Hogy a távolság is ideális volt. Voltak olyan pozíciója bikának, hogy mutatta az oldalát, tehát biztos felületet tudott volna nyújtani a vadász számára az erejtéshez. Mindig maga a vadászat élménye határozza meg a trófeának az értékét, én úgy gondolom. Senkit nem engedünk el lehetőség nélkül, és mindig, én úgy gondolom, egy nagyon szép vadász élménye távozik a vendég és a trófeával. Hát nagyszerű élményekben volt részünk, mert hihetetlen sok dámszarvast láttunk. A dámszarvas az őshonos állat-e, vagy sem Magyarországon? Hallottam olyat is, hogy már a rómaiak behozták. Lehetséges, hogy a rómaiakkal is került be Magyarországra, de nem tartom valószínűleg, hogy a jelenlegi állomány az innen származna. Én azt tartom valószínűleg, hogy sokkal inkább a török kiűzése utáni időszakban került ide a gyulai erdőkbe, vagy hát Tamási környékére a dám, de az eredete az homályba vész. Mi a különbség tulajdonképpen a gímszarvas és a dámszarvas között? Maga a dámszarvas az nyilván egy egészen más faj. Tehát egy teljesen más viselkedési szokásokkal, egy teljesen más nemzetségével is tartozik a szarvasféléknek. A vadászati értéke azt gondolom, hogy azért hasonló, tehát egy nagyon szép vadászati élményt ad a dámbika vadászata is barcokásban, ugyanakkor maga az élmény jellege az egy kicsit más. Itt Gyulai és környékén óriási a populáció. Kinek köszönhető az, hogy ezen a területen ilyen nagy mennyiségben fordul elő? A dámszarvassal való gazdálkodás nagyon komoly, és általában a vadgazdálkodás nagyon komoly múltra tekint vissza a térségben. Gyakorlatilag itt a török kiűzése utáni időkben kell gondolkodnunk, ami a egyfajta tudatos vadgazdálkodás megjelenése volt a térségben, és hát ez az Eszterháziak nevéhez köthető. A térségben zajlottak azok az úgynevezett ozorai nagyvadászatok. Innen eredeztethetjük azt a fajta vadászati, vadgazdálkodási tradíciót, ami mai napig is megvan a térségben. Annyit azért hozzá kell tenni a dámmal való gazdálkodáshoz, hogy a trófea minőségét tekintve ez gyakorlatilag a világon egyedülálló. A Nemzetközi Vadvédelmi Tanácsnak 1937-től van világranglistája. 1937-től 1991-ig csak gyulai bikák álltak ennek a világranglistának az élén. Látszik, hogy ez egy borzasztó nagy érték. Ezt a nagy genetikai potenciált fölismerve innen hihetetlen sok élővadat vittek el állományjavításra a világ minden részére. Egy nagyon nagy díjat is kapott ez a terület, mint kiváló és kiemelkedő vadászterület. Igen, tavalyi évben megkaptuk a Nemzetközi Vadvédelmi Tanácsnak az Edmond Blanc díját, ami egyfajta elismerése annak a munkának, amit itt végeztünk, és hát nyilván ezeknek a vadászati, vadgazdálkodási tradícióknak is az elismerése. Gyakorlatilag ezt évente egyetlen egy vadászterület kaphatja meg. Gratulálok ehhez a díjhoz, és azt kívánom, hogy minden évben nyerjék el. Köszönjük szépen! Nagyon sokan ebben az országban negatív irányból közelítik meg magát a vadászatot. Nem fordul meg a fejükbe, hogy ha nem lennének vadászok, és nem kezelnék kellőképpen a vadállományt, hogy azok micsoda pokoli károkat okoznak. Mások viszont rettenetesen boldogak, hogy ilyen fantasztikus vadállománya van Magyarországnak. Hát emögött egy kulcs szó áll, azt hiszem a vadgazdálkodás. Ez pontosan így van, nagyon röviden összefoglalva. Az tény, hogy ez egy egész éves kemény munka, és nem kis fáradozás, mert azért itt tényleg az a lényeg, hogy a vad itt legyen, egész évben itt legyen. Gyakorlatilag vadföldet művelünk, legelőket telepítünk, télen takarmányozunk, nyáron meg a víz a legnagyobb gond,
ha vízfogó gátak, ha dagonyák feltöltésében gondolkodunk, akkor azt is azért lehet valamennyire befolyásolni, bár az a nehezebb része a dolognak. Kicsit magyarázzuk el, hogy mi is az a vadföld. Az a terület, ez lehet bármilyen szántóföldi kultúra, nálunk jobbára legelő rét, amit kifejezetten a vad számára telepítünk. Az a vad, amelyik egész éven át itt táplálkozik, az nem fog, illetve sokkal kisebb eséllyel fog kimenni a másik területre és ott károsítani, illetve minőségben tudjuk a takarmányt úgy befolyásolni, hogy ez akár az agancs minőségre, akár a testsúlyra az kedvező legyen. Mert azért nekünk, ezért az október az a szület, és ott nem mindegy, hogy milyen minőségű a trófea. Igen, mert ugye hát a társaságnak meg is kell élni valamiből, és a vad értékét maga a trófea nagysága, súlya az határozza meg. Így van. Na most akkor következő lépésben mit tekintenénk meg? Következő lépésben megnéznénk, hogy mi a vadkárárhárításnak egy picit bonyolultabb formája, ami a villanypásztor lenne. A villanypásztort úgy kell elképzelni, mint amikor a szülő rácsap a gyerek kezére, amikor a süteményből akar venni, amit a vendégeknek raktak félre. Tehát nem veszélyes a vadra, nem öli meg, nem lesz tőle semmilyen baja, de azért kap egy kis áramütést, hogy errefelé többet ne öljön. De azért azt szoktam mondani, hogy ha valaki meg akarja nézni, hogy működik-e, akkor ne így tegye. Van erre egy műszer nekünk, és akkor azzal meg lehet mérni, hogy a vezetéket kell ide behelyezni, és itt már akkor mutatja, hogy mennyi. Illetve ezzel a műszerrel még ki be lehet kapcsolni, úgyhogy azért elég jól ki van találva a rendszer. De úgy látom, hogy elég költséges. Költséges. A vadkár is költséges, és tényleg mindig azt szoktam mondani, hogy a kár az kár, azt nekünk fizetni kell. De mindenkinek az az érdeke, hogy ne legyen. És ezért tényleg a gazdálkodó is, a vadgazdálkodó is közösen karban tartja, közös érdek, hogy ne legyen vadkár. És ez azért sikerülni is szokott. De azért van más jelentősége annak, hogy így védik a kukoricát az állatoktól, mert hiszen egy ilyen kukoricásba a rosszul meglőtt vad egy kicsit eltéved, akkor bizony az is egy nagyon nagy kár, hogy nem találják meg. Persze, erre való a véreb. Nos, lássuk, hogyan is dolgozik egy véreb. Ahogy azt a véreb versenyeken is szokták, mesterségesen imitáltuk a nemrég megtörtént sebzést. Úgynevezett csapát fektettünk. Na most történt egy kis baleset. Ezek a balesetek abból származnak, amikor rosszul lövik meg a vadat. Ilyenkor szükség van egy bizonyos kutyára. Melyik fajta kutya alkalmas a leginkább erre? Az én kutyám a hannoveri véreb, de a bajor vérebek is ugyanúgy alkalmasak. A lényege az, hogy nem is a friss csapán, hanem akár 24-48-72 órás csapán is stabilan tartva keresik a sebzett vadat. Igen, annyira tökéletes a szaglása. És hát azon kívül, hogy megkeresi, ő neki feladata még az is, hogyha él a vad, akkor hajszába menjen, és próbálja megállítani, hogy a vadász utolérje és megszabadítja a szenvedésétől. Mik ezek a felszerelések? Több öv is van rajta, és igen. Miért ilyen feltűnő színű a vezetőszer? Az egyiken azon rajta szerepel a kutyának a neve, plusz még rajta szerepel belül a telefonszám. Hogyha véletlenül a kutyát elengedjük hajszára, és nem jön vissza, nem találjuk meg, besötétedik, vagy bármi történik, akkor ha valakivel összetalálkozik és megfogja, tud értesíteni. A másik, ami ugye a technikánknak köszönhető, egy jeladó van rajt, amivel GPS-tel tudjuk követni, ami nagyon hasznos dolog, mert hogyha elengedjük hajszára szintén, ezzel megtudjuk, hogy milyen irányba van, milyen távolságra van, és azt is megtudjuk a munka végén, hogy mennyi kilométert tett meg. A vezetőszár az meg azért ilyen, hogy ez most csak könnyebben csúszik az erdőbe, nem akad meg. Igen. És hát azért látom, hogy merre felé megy a színezete. Igen. Azért viselünk mi is ilyen ruhát, majd mindjárt fogok adni, még egy sapkát hoztam magammal pluszba, hogy mi is feltűnők legyünk, nehogy ránk lőjenek. Így van. Hát ránk nem lőnek, de. A rálövéseint találunk
vágott szőrt és hát máj darabokat. A vad az abba az irányba ment tovább, nekünk arra felé kellene mennünk a kutyával megpróbálni. Gyere, kerest! Átadnám a vezetéket közben. Lehet nyugodtan lazára hagyni. Színes papírt szoktunk hozni magunkkal, jelölni, hogyha találunk lőjelet a csapán, akkor leszoktuk dobni csak a földre, és simán megjelöljük. Az még, ami nagyon érdekes dolog, hogy a kutya nem mindig a csapán megy, attól függ a szél, milyen irányból fúj, és milyen irányba viszi a szagot. Itt például megállunk egy kicsit, itt található vér. Aha. Ezen a fűszálon. Ami ugye tudjuk, hogy nekünk egy biztos pontot ad, hogy jó felé haladunk. Keres. Itt is van egy kevés kevér. Aha. Az utánkeresés eredményes volt. Hála Isten terítékre került a vad, aminek egy májlövése volt. Kutya jól dolgozott, megköszönjük neki. Hát igen, hát ez egy fantasztikus eredmények, hogy egy kutya képes erre, hogy a lehető legrövidebb időn belül felkutassa. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem személy szerint mindig egy esélyem, mert több van, mint a többi vadásznak, mert ott a kutya. Olyan ember nincs, aki nem hibáz, és bárkivel megtörténhet ez a dolog, nekem akkor is van egy esélyem arra, hogy még a kutya ezt jóvá teszi. Na hát akkor ez egy nagyszerű foglalkozás, azt hiszem mindenki számára. Ez így van. Tehát ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha valaki szívvel, lélekkel, mert kényszerből ez nem megy. Nagyon sok erdészetben tapasztaltam, hogy rengeteg szakrális hely van, amelyeket felújítottak. Mi az oka annak, hogy az erdészek vallásos indítatású szakrális helyeket hoznak létre? Ugye itt látunk egy kis kápolnát, amit az itteni erdészet hozott létre. Az erdő az a hely, ahol az ember szembe találkozik a saját lelki ismeretével. És ez az erdészek nap mint nap átélik, úgyhogy nálunk minden erdészeti területen a feszületek, bármilyen szakrális hely, forrás, kápolnák, azok különösen nagy becsben vannak, vagy éppen kolostorromok. Gyulai ZRT-nek a területén 3 kápolna található, ami saját kezelésünkben van. Ebből egy Tengelicen, egy viszonylag messze levő terület innen. Kocsolán van egy másik kápolnánk, és ez pedig az a kápolna, ami egy kicsit a cég filozófiájával kapcsolatosan is szimbolikus. És ezt a kis fakápolnát Szent Hubertus tiszteletére benedikált a pécsi püspökség, illetve a helyi plébánia. És hát ami sajátossága, hogy erdőmérnök kollégánk tervezte, és a ide közeleső erdőkből származó fából építettük meg magát a kápolnát. Sőt, ami még érdekessége, hogy maga a benti alkotások is mind egy-egy kollégánknak az alkotása, amire különösen büszkék vagyunk. És hogy került be ide Szent Hubertusról való megemlékezés a kápolnácska belsejébe? Igen. Hát ugye a vadászoknak a védőszentje Szent Hubertus, igazából engem a szentnek az élete szokott úgy általánosságban is megfogni, és vadgazdálkodási alapú cég vagyunk, és ehhez a tevékenységhez hozzátartozik a mértéktartás. És ennek a szentnek az élete, az pont erről szól, hogy van egy mértéktelenség, és jön egy pont az ember életében, amikor ráeszmél arra, hogy mindenben, a vadászatban is a mértéktartás nagyon-nagyon fontos,
és onnantól kezdve az ő élete teljesen más pályát ír le. Sok-sok vadászembert el szokott gondolkodtatni vadászati rendezvényeken, például trófea szemlén, elgondolkodtatta arról, hogy nem mindig az eredményhajhászás, nem mindig a mértéktelen és gátlástalan vadászati tevékenység az, ami az embert előre viszi a vadászat szépségében, hanem éppen ellenkezőleg a visszafogottság, a mértékletesség, a sok-sok olyan élménynek a otthoni újraélése, amit a vadászat nyújt, ami nagyon sok örömet okoz neki a későbbi életszakaszában is. Úgy hallottam, hogy ez több vonalon is sikeres lett ez az épület, hiszen itt akár esküvőket is tartanak. Nagyon sikeres lett, mi magunk is ledöbbentünk, hogy erre mekkora igény van. Nagyon sok szerelmes pár, fiatalok kijönnek ide beszélgetni, pihenni, leülnek mellette, keresztelők, esküvők történnek itt. Akkor nézzük meg belülről is majd az épületet. Sétáljunk be. Gyulay neve összeforrott a dámmal, melynek értő kezelésében, a vadgazdálkodási hagyományok maradéktalan tovább örökítésében ez a térség első az országban. Az itteni erdők koronás főinek jelenléte azonban nem csak remek vadászatokat, páratlan trófea sorozatokat inspirál. A gyulai erdészet egészének gondolkodására is meghatározó hatással van, melyben a minőség, az igényesség természetes velejárója a mindennapoknak. Miként a fenséges dám is, amint erőt, tartást, büszkeséget sugalva áll meg Gyulay erdőinek rejtekén.